Lakóházak, középületek és városrehabilitációs tervek a megyei építészkamara kiállításán. Ebben a három kategóriában pályázhattak az idén az építészek. A szakemberek neveztek tornaterem, piac, templom, állat és növénykerti épülettel, de a pályamunkák között volt várostörténeti sétány is. A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékelte. A debreceni szakemberek most a kisebb volumenű épületek terveinek készítőit díjazták. Mi azt gondoltuk, hogy itt volt néhány jelentősebb műt, amit sokan ismernek, például a zöld piramis, meg ilyen nagyobb volumenű épületek. Ők úgy gondolták, hogy ezek lehet, hogy majd még megméretnek más csatornákon is. A kisebb alkotásokat részesítették előnybe, mondván, hogy a minőség az nem a volumentől függ, és ezzel is számunkra példát mutattak arra, és azok számára pedig lehetőséget, akik kisebb épületeket alkotnak, hogy ilyennel is érdemes pályázni, mert ilyennel is nyerni lehet. Az év lakóháza díját az idén nem adta ki a zsűri, mivel ebben a kategóriában csupán egyetlen pályamű érkezett. A tervezőnek azt javasolták, hogy pályázatát jövőre újra nyújtsa be. Az év középülete díjat viszont két pályázat is megkapta. Kulcsár Attila és Kulcsár Attiláné vehette át a nagykálói piac megvalósult terveiért, Kovács Rita pedig a Veselényi Miklós szakiskola torna terméért. Az év város rekonstrukciója díjat Vég József és Kovács Rita kapta a Nyírbátori Minorita és református templomot összekötő várostörténeti sétány terveiért. Az év diplomadíját Szatlócki Dóra, a Pécsi Egyetem végzős hallgatója érdemelte ki a Nyíregyházi Botanikus Kerthez megálmodott látogatóközpont terveiért. Az építészkamara az idén életműdíjat is odaítélt. Ezt Szatmári István, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyugállományba vonuló iroda vezetője kapta a megye épített örökségének védelmében végzett negyedszázados munkájáért. Elsősorban azokra a kis templomokra gondolok vissza nagyon szívesen, amelyet a szakma is elismert. A Gyügyei Református templom, Szamosói Laki, a Sonkádi Református templom, mert itt megtaláltuk azokat az embereket, akikkel jól együtt lehetett működni, és ez egy szakmai produktumot eredményezett. És ez valami fantasztikus dolog. A beérkezett pályamunkákból a megyei építészeti kamara kiállító termében tárlatot rendeztek.